Mert az már lehet, hogy túl későn van a tizedik kör. Na, de közben kezdődik a meccs, és meg is kaptuk az inveket. Penha Dani a homokozó gamingből, és Zsoké a VSE-ből. Két veteránt köszönhetünk itt most az első meccsen. Így van. És egy egészen jó kis matchupot láthatunk így elsőnek, nekem ez tetszik. Murloc Pala versus Secret Mage. Igen, ez a nagyon gyors mage. Ennek nagyjából annyi a lényege, hogy kitesszük a csoda secretet, és így megnyerjük a mérkőzést. Ugye ez az Explosive Runes lenne. Igen, az új lap, ami... Hát alapból olyan 4 damage az arcba rögtön, és még le is szedsz egy lapot, szóval egy ilyen 2 HP-sra kirakod, már jó vagy. Na közben Zsoké is kaptuk. Ó, na, Zsoké keze amúgy elég szép, ott van a koridor. Ott van két kislány, ott van egy glyph. Counterspell is nagyon jó Pala ellen, mert ugye nincsenek kislapok, hanem a Kingset, a Cold Arms, ezeket körbe lehet szépen a Counterspell-el játszani. Nekem egyelőre tetszik Zsoké keze. Mi van? Mondjuk... Ott nem tudom. Ugye nem igazán van OE ebben a történetben. Hogyha Zsoké visszaesik boardban, akkor simán lehozza, legalábbis le kéne hoznia ennek a paladinnak. Hát boardról nem fog nyerni Zsoké, ez biztos, viszont ezek a burn damage-ek, amik ott vannak, és ott van egy alunet. Ugye az egyik legjobb fegyver legendary, ami a kiekben megjelent. A Counterspell most nagyon jó lenne neki. Na? Nem játsza meg. Á, még ebből kaphat. Hát a Pyro az jó 8-ér, azt eléggé szeretik. Counterspell most jó lett. Így is heavy keze van amúgy. A klón az meg... Na, a klón nem csinál semmit. Lény beleraksz, az nem olyan jó. Hát jó, akkor... Jó, hát most bele tud rakni egy egymanás lényt, például ezt. És ez bele is fogja rakni szerintem. Vagy hát most fél a Counterspell-től, szóval nem játszhat ki se Kings, se Call to Arms-t. Szerintem. Biztos, hogy nem rakhatod bele a négy manás spelledet egy secretbe. Ha meg belerakod, akkor biztos, hogy a Kings rakod bele. Másik sokkal erősebb. A Cold Arms egy csoda. De ő úgy van bele, hogy akkor belerakja. És hát így most megjutalmazódik, mert nem Counterspell van ott. Szóval ez ilyen nagyon risky play volt, de... Most kifizetődik Daninak. Nem látom Daninak a kezét, mert bugos a történet, mert miért lenne bugos, mert akkor nem lenne Hearthstone. Szóval ez a Medivh-vel ez elég jó, mert ki lehet tenni már a koridort. Hát ez top deck volt a javából. Sőt. Lapok miatt ugye nem kell aggódnia. Csak a Kings az most sok... fáj, mert tudja, hogy az ugye nem Counterspell. Szóval most a Kings-el van egy free trade. Körbejátszott a Spellbendert, természetesen. Ez most azért volt a deckhand, hamarabb. Na nézzük, hogy Zsoké ebből hogy tud visszajönni. Most Alunet után, persze a deckhandek tök jók lesznek, csak Alunet messze van. És most ez a kör egyelőre teljesen üres. Na most nem értem, most le akarja trédelni a Medivh? Hát ki akarja rakni a Creepert? Így kifér mind a kettő. Jó. Azért ez így elég szép play Danitól. Szóval... Kapásból a boardon ott van 18 damage, és... A patasz 18 damage, és semmit nem tud csinálni konkrétan Zsoké. Hát itt semmi nincs. Ki kell rakni az egész boardot. Mármint a kezedet, hogy boardot csinálj. De arra meg ugye nincs manád, szóval... Hát... Most 18 damage-et fixen be tudsz nyelni. És azt tudja, hogy most az a secret, amit kirakott, az a deckében van, mert ugye
két manáért rakta ki. Azaz háromért csak ugye olcsóbb a kislánya. Szóval nem fogja belerakni a skillben, mert fél az explosívtől. Valószínűleg Juggler Hero Power lesz a play. Mondjuk előtte lehetne szerintem trade-elni. Hát vagy csak csapkodni. Vagy fixen elmész arcra, mind a 18-on. Hát most... AOE úgyse fog jönni. Ez megint nem tetszett ez a játék Danitól, mert én most tényleg az explosív az nagyon fájt volna neki. Jó, annyira nem, de ettől függetlenül az nem a scale-ben-t akarod belerakni. De inkább trade-el. Biztosra meg. Nem baj, ez biztos. Igazából nem tud mit csinálni, mert ugye ott van egy Firelance portál, az 7. Alunát nem csinál semmit ebben a körben, kettő deken megint halott, és nyilván a counterspell sem segít semmit. Hát VP. 1-0, így Penha Daninak, aki a Colto Arms bevállalta. Belerakta, nem tudta, hogy milyen secretbe. De kifizetődő volt, és így 1-0. Ugye Antti igen. Nyerte meg az egész svájci selejtező sorozatot, és ő hozta a full agro line-upot. Nem tudom, hogy Antinak ez a menetelése tovább tart-e. Meglátjuk. Kíváncsi vagyok. Azt tudjuk, hogy Penha mit bannolt, akkor azt tudjuk, hogy Zsoké mit bannolt, bár nagyon nem meglepődnék, hogyha nem, ha nem Priestet. Szerintem Priestet bannoltak mindketten, de majd úgyis kiderül közben. Én nem... Szerintem nem a játékosok 90%-ot Priest bannol. Nem hát igen. Akkor most én úgy érzem, hogy egy rugó fog érkezni Penha úrtól. Az még egy elég erős deck így teljesen blindba. Penha Dani menüben van. Igen, kilépett, mert ugye engem nem tudtam spectatelni, be volt bogol, és mondta, hogy újraindítja a kedvemért. Jó, which is very nice. Zsoké lockot bannolt, meg tudtuk. Na, hát akkor lesz Priest. Lesz Priest. Ha lesz eljutunk Priest. Addig, igen. Szerintem akkor most be lehet hozni a Priestet is. Lehet, hogy így, hogyha már van, akkor azt ki kell használni. Az a baj, most nem fogom tudni, hogy nekem bugos lesz a spectate. Nem tudom, miért játszanak? Nem tudom, preparálják, csak sose tudni. Mert ilyenkor, ha kilép és én benn maradok, akkor lehet, hogy nekem lesz rossz ezután. Mindegy. Hát te is lépjél ki. És akkor újra csatlakozunk. Jó, kiléptem. Legalábbis én azonnal. Olyan, most Zsokinak kell kitalálnia, hogy mi a terv. Alapvetően ez a mage ez nem rossz, csak valami szebb nyitás kellett volna neki, és nyilván a Call to Arms-ba. Hogyha megeszi egy counterspell, akkor teljesen másképp alakult volna az első kör. Igen, nagyon kockáztató szerintem ott Dani, mert lehetett volna mást játszani, lehetett volna Deckhand Hero Power-t is. Zsoké hívott, de először Penha Danit fogom elfogadni. Én is. Na. Penha Dani, Zsoké megvannak, akkor lehet folytatni. Hát hihetetlen. Na ott van. Nem hiszem, nem bírok belépni. Ott van a rugó, illetve a mage továbbra is. Na végre. Aj, Blizzard. Nem tudom mit csinálnak. Esport ready játék. A rugó versus mage. Az mi? Ó, kapott egy Cryomancer-t okay. Az burglárból. Nagyon szép. Na, megkaptam én is az invet. Végre. Én most Zsoké kezét nem látom. Oh, de lehet működni fog. Istenem, működik. Fenomenális. Na, és akkor 1-0 Penhának, és... Hát, Dani keze amúgy nem olyan rossz. Zsoké... Ott van a minden. Hát Zsoké kicsit spell heavy. Nagyon nem. Az. Nem, most csak kukac és ping.
Bernhardon is esélyetett azzal, hogy most Coin Deckhandet játszom. Vagy Captain, bocsánat. Ezt betartja majd lehetőleg a Captain Coin Deckhand. Most valószínűleg az is fog következni. Hát vagy csak egy backstab. Ott a fő mit húz. Hmm. Corridorra szerintem mehet a coinos történet. Igen, bár... lehet Captain Coin Deckhand és egy elég jó traded van. Ugye ez backstab-ben. Captain-t ki akarod tenni, és igen. Akkor viszont deckhandelni is kellene. Deckhand az most két damage lenne, vagy három damage lenne egy coinér. Ja, de nem jön ki. Nem is tudná megoldani fontosabb. Nagyon semmivel. Viszont a coin az jó a secreteket. Ja igen, a kikapkodni. Szörbe játssz elég szépen vele. Na nézzük, mi van a glyphben. Na, hát az 5 van a Firelance, az meg kicsit jobban néz ki, mint az előzőben a 80-as pályáról. Eszeljel elmész arcra? Hát itt most fixen megsküldöd a damage-eket, muszáj. Mert kövi körre ott van a Cryomancer-ed. Ami 5-ér lesz egy 5-5, ami annyira egyébként nem vészes, szóval sokkal rosszabbakat is láttam már. Na nézzük, mi van ingyen, most ez itt a nagy kérdés. Most lehet egyébként Mage, ugye Counterspell Frostboltot, de inkább úgy majd Firelance-el, és akkor kap egy fixen egy 5 manás lane-t. Hát ez egy elég gyenge 5 manás lane lett. Hát igen, lehetne jobb is. Lehet áldozni kell az SI-t, és akkor Cryomancer-re bejátszani. Nem tűnik rossznak, az elég, hogy két lény legyen a boardon mindenképp, mert ugye a kövi kör az Coin Bomber, az olyan 90%, hogy ez lesz a play. És azért Cryomancer az fenyegetés azért, mert ötött magában. És meg tudja oldani természetesen, és utána jöhet is neki counterből egy korridor. Így van. És arra lesz a problémáj Daninak. Vicepine kell hamarosan. Vicepine-nal szerintem így, nem tudom, nem fixen nyer, de nagyon nagy esélye van rá. Hát ez nem az. Nem, de muszáj akkor lenyomni a genget meg a koridort. Mindent legyen valami most. Sajátja. Nem tudom, hogy a deckhandet is. Hát csak hogy a bombernek legyen célpontja szerintem. De az mondjuk kövi körbe is már jó. Hát akkor... A baj, hogy nem tudsz daggerölni, csak coinnal, ezt meg megint nem akarod elnyomni. Hát a koridort nem muszáj kiraknod. Ez az, hogy a koridort nem lehet itt most kézbe hagyni, mert az nagyon nagy tempó lossz. Na nézzük, és ott van még egy Firelance top deck, ami... Hát, lassan itt... De jónak tűnik, viszont ha most ezt elhasználja, akkor a bomber fixen működni fog. Hát meg kell kockáztatni szerintem. Mondjuk, ja, kap is bele egy valamilyen 5 manás lényt, reméljük jobbat, mint az előbb. Rábbi zsoké reméli. És megkapja az új recruit locklapot, ugye a 2-2-t. Na nézzük. Na ez egy fokkal jobb, egy HP-val több. Egy HP-val jobb. Na és akkor a bomber into bomber lesz, az elég szép. Csak megint az a bajod, hogy mire mész? Arcra vagy a 4-5-öt trédeled? Arcra. Smork, jó. Arcra, mert ott van a deken a kezébe, amire ugye kiveszi a saját fegyverét, akkor a bomber deken működik. Damage, igen. Na nézzük, hogy lehet ezt szépen megoldani. Fireball. Fireball ping és trade. Fireball ping trade. Okay. Lehet még ki lehet tenni testnek a medívet, de az ilyen csúnya. Úgy néz ki, hogy Frost. Frost az arcba, vagy nem? Nem, Frost és Face. Siet ő is. Jó. Következő körben le tudja szedni úgyis medívszel majd. Fixen. Ez tetszett ez a játék. Ez volt a legjobb tempó play-e most Zsokének. Zsokénak. Jó. Kobalt nem túl happy.
Itt szerintem inkább valami dagger, deckhand és vissza shadow stepped bone mare. Én is azt néztem, hogy az erősebben lett az volna. Igen. Erre most kikaphatsz. Mennyi lehet, hogy ki is fog. De 9, 12, kiment a két fireball. Kettő, igen. És ráadásul egy fire lens is, nyilván a másik az csak izéből volt. Glyphből. De egy frostboltra kikapott volna ebbe a körbe például. Megjöhet. Megjöhet. Na. Ó, ott van kettő darab. Ó, az így nagyon jó. Mediv. Mondjuk ebből csak egyet tud elhasználni. Igen, trédel a másikkal is, négy, és a következő körbe viszont rengeteg damage van. Gyalabot 10 van a bordon. Most lehet deckhand bomber, csak az nem elég damage, az 7 damage ebbe a körbe, az semmi. Hát a coin meg lett tartva, hogy a counter spellre, és sikerült is elhasználni, de ez ilyen eléggé sovány vigaszdíj. Igen, ezt a meccset nem nagyon tűnik úgy, hogy Dani visszahozhatná. Nem, meg hogyha leszedi a legnagyobb HP-s minion-t is, úgyis törnyen áll. Nem áll jó, persze, úgy üres a keze. A Shadow Step az így teljesen hát, rossz lap, mondjuk... Instrel nem rossz, de... Mondjuk steppelheti a deckhandet. Szóval a deckhand bomber, ütsz vele és utána letréded a 2-3-at is. A fegyverrel meg a más deckhanddel újra. Jó, de, jó. Hát az megint olyan kis nye. Hát riszki, de az a baj, más nincs. Jó, arc? Hát így kikapott. Akkor oké. Még deckhanddel volt ugye még 3 damage, az 2 off volt ez a játék, de nem volt közelébe se a letának, szóval ez nem nyerő játék. De akkor most azba kell jutni, nem? Jó. Na nézzük. Arcanologist. Ez fixen van 3 damage-ed. Szerintem arra játszik, hogy a Minstrel-el kihúzza a Leroy-t. Most ez lett volna a terv. Mm-hmm. Hoppa, egy explosív runes, az... Hú, az meg fog enni minden tervet. Expro, medivs, letrédeli a 6-5-öt, leszedi az 5-5-öt, 4-gyel arc, hát még a... Mondjuk nem, mert a Leroy-a... A Leroy-a nyersz, amúgy. Igen. Van egy darab lapja a Leroy. Na nézzük. Az hát, a Shadow Step-elni se lehet. Akkor így megvan, és így zsoké. Kiegyenlít. Hát igen, csak a Leroy volt. Játszik Leroy-t egyébként? Na, játszik, és amúgy még meg lehet neki, mert... Ja nem, ez kombózik. Nem, kombózni kell, igen. Akkor rip. Rip bizony. Nem tudsz mit steppelni, és így nem tudsz kombózni. Így biztos, lehet vissza kellett volna. De az se jó. Egy. Na. És akkor kiesik a Zsoké Mage, és Daninak ugye kiesett a túloldalon. Mi esett ki? Paladinja? A Paladin, igen. Igen. Szerintem marad ennél a rugónál. Ezzel nyerni kell. Zsoké Mage helyett pedig szerintem nézni fogunk egy rugó versus rugót. Vagy varlokot, de... Én szerintem a rugó, ez egy érdekesebb. Kettő rugó között van különbség. Hát ilyen chaingangekben lehet különbség maximum. Egy chaingang van például a Zsokénál, azt hiszem kettő van Daninál. Nem, mindkettő helyen egy van. És ugyanúgy van Spellbreaker? Nem, egy darab Spellbreaker van a Zsokénál, és más oldalon pedig nincs Spellbreaker. És helyette... Helyette... Két Captain esetleg? Másik oldalon is két Captain van. Nem, Counter Coin. Point játszik helyette, Dani. Na, veszek egy pillantást én is Daninak a rugójára. Coin egy spellbreaker ér. Én úgy érzem, hogy ebben a meccsben egy spellbreaker jobban nyerne, de... Hát meg van a Nerubian, úgy látom, ugye? A Zsokénál. Úgy látom, hogy Dani átértékelte a helyzetet, és... Akkor megyünk a majdnem fix winre. A Zsoké nem játszik ugye Cobalt skillben, és helyette van Nerubian. Unraveler. Ó, igen. Az még eltérés, de akkor itt a Priest ugye Daninál, mert tőle a lockot bannolták. Úgy van.
És Priest még mindig brutálisan erős lap. Vagy kasz, klassz. Mert brutálisan hát, erős lapjai vannak, igen. Mondhatod, hogy lap, mert igazából egy lap. Egy lap, igen. Pontosabban így három. Na jó, legyen négy, de amúgy igen. Mert... Az meg már tényleg a max. Az a max. Az összes többi csak tölt elég. Amúgy kaza se, ez a raza kell. Van razád, meg gondolod, és nyertél. Hát, az alap light shall burn you. Első körök nagyon izgalmasak a Priestnél, mert van, vagy van harmadik körig bármi, amit ki tudsz rakni, vagy a negyedik körös kazakuszt rakod ki elsőnek. Na most Zsokinak meg kell pörgetni, amit meg lehet. Most Coin Captain egyébként nem olyan rossz. Csak utána nincs harmadik köröd. Nem baj, bevállaljuk. Van egy burglár. Majd burglárból jön valami, a legrosszabb, igen. Hát ez egy erős. Hát ez egy talna, erős talon, talon priest. Hát 3x3-4, olyan mint egy spider tank, csak mit csinál is valamit általában. Az a spider tank az meg volt. Emlékszem, amikor előtte ott voltak a MechWarperek. Igen, és kirakta nulla manáért ők. Azaz. Nem baj, helyette van most Corridor Creeperünk. Hoppá. Hát az pont nem csinál hát semmit, mert Zsoki nem játszik sárkányokkal, ugye? Még 3 mana, 2-4. Hát az egy rosszabb is. Igen. Na ez a kör még így passz. Ugye Acolyte Shield. Ugye nincsen horror Daninál. Nincs. Szóval azért nem tud nagyon átmenni, ami nem húz valami nagy AOE spellt. Dragonfire poti van. A Scream igen, van. Meg a, meg a Lash. Meg a, igen, Scream és Lash. Ez a 3 leszedés. Hát AKNX Circle. De az már ugye 2. Az két lapos, igen. Na a Lash meg... A Lash meg van. Talnos. Van hozzá Mad Mage, igen. Csak az mindig kettőt sebez. Hát, az úgy nem rossz. Nem rossz, amúgy én azt mondom, hogy el kell hozni. Na, így nem kell. Ha. Én csak szerintem lepéled a kapteint. A Lash Talnos az annyi heal, hogy bőven ráérsz vele még. Jó, jó. Akkor Pain és... Sőt, akkor Raza? Jó. Hát a Raza ötödik kör az Raza mindig is jó. Heal. Na és akkor még nem fél. Én is pont játszottam most egy Priest ellen, és enyém volt a board, volt nem tudom 5 HP, aki gyabott egy Talnos Lash-t a full boardomra, és így 20 HP-sből is adtam. Nem tartott sokáig, ez a baj ezzel a Talnos Lash-sel, hogy nem csak hogy sebesz, hanem még heal-el is. Most nézd meg, milyen low HP-n van Dani, de úgy van vele, hogy tök mindegy, mert ott van a Talnos Lash. És az a maxra fogja magát heal-elni majdnem. Ki is kell jönnie, rövid távon, de ha az nem jön össze, akkor ott van még ugye a Binding Heal is, ami... Még 5 heal. Mint egy jó kis dolog, és azt szerintem el is fogja még nyomni ebben a körben, hiszen ott lesz a Raza, amivel majd letrédeli. Igen, most az biztos, hogy a Paint belőtted az 2-3-ba, és utána elnyomod a kombót. Hm. Jónak tűnik. Akkor le lehet szedni még a Spellbreaker-t is, mert ugye ott van a Binding Heal. Ribibe. Igen, ha nagyon akarod, le tudod szedni, jó. Hát én miért ne akarnád? És még hírelni is tudod magadat a nulla manás fellel, illetve a Hero Power-rel, szóval. Az se rossz. De fönnmarad valami. Ha csak nem Pain-eli le a 3-1-et. Hát akkor szerintem Pain. Miért ne? Azát nem kell félteni 3 HP-n. Másrészt meg ott van a Lyra, amivel lehet eléggé sokat pörgetni megint. Egy Loot Hoarder. Hmm. Jó, hát így most az a meg fog halni ingyen. Babazol a 3-1-jel. Viszont tud ugye kombózni most egy Elven Minstrelt, hogy húzzon még több lapot. Meg most így a Firefly Flame Elementála lesz ugye célpontja a Bombernek is, szóval ez elég jó play. Mint Zsokénál. Tudja, hogy csak egy Death-t játszik ugye. Dani, szóval annyira nem kell óvatoskodnia majd a Bummerrel. Na, a kukac is megjött. Igen, csak egy kicsit későn. Most kellett volna inkább kitenni, mert... meghalt már elég sok minden.
Na, hát a kukac az már csak 4 mana, ez így elég jó. Viszont Daninál meg el kell gondolkozni, hogy most például lájrázol ebbe a körbe. Szerintem igen, az egy elég erős test, és igazából lehet mellé painelni, meg healelni, meg ilyenek, de akkor gondolom a root. Na, egy eszáj. Az viszont nagyon jó. És ezt ki is tudod játszani most, ugye? Igen, és van is mire bőven. Ez egy elég jó play volt. Viszont így akkor a bomber jöhet az első. Ha backstab lenne, akkor nem biztos, hogy bomber lenne a play, de így biztos, hogy az szerintem. Mert backstabben lehetne azt csinálni, hogy backstab, Vicepine, leütöd és kirakod még a koridort mellé. De így nem lehet megcsinálni ezt a játékot. Hát általában igen, nem trade-elsz. Hopp, egy OSP. Na nézd! Akkor mehet a silence. Mehet majd a... Shield is mehet. Master. Elég szép. Na majd Lyran. Benhagyja a Keeper? Vagy a Boomert? Most megkeresi belőle a Death-t, szerintem. Hát ezt nem fogja tudni most kitenni. Tehát akkor így most felmarad a Boomer, hogyha nem akarja beleütni. Szerintem fönnmarad. Még nem kell annyira félni. Na, ezt most nem értem, hogy ez miért jobb, mint a Vision. Ja, hogy akkor leütött? Értem. Így, oké. Hát... Így viszont kár volt a... A shieldér. Na, most lehet nagyon greedy-n játszani. És mindent kiraksz. Creeper, hát azt megezi a Scream. Hát a Scream megeszi meg a Dragonfire pot is. Hát Zsoki úgy van vele, hogy YOLO. Ő kirak mindent, ami világít. Na, ezt szeretem. Nem óvatoskodik. Hát csak ő nem fogja szeretni. Hát ő majd nem szereti a következő playt, mert most a Scream is jó, meg a pot is jó. De még erre a boardra is oké. Okay. Még erre is, igen. Most amíg kiteszi mellé a Captaint is. Hát ez egy fixen. Poti. A Screamet inkább betartja a Bomberre, mert a Poti az nem öli meg a Bomber eltlapot. Hát ez Poti, és így... Na, most válaszol, hogy igen, mit csinál, Cycles tovább vagy. Hát valamit ki kell rakni. Shadow Visions. Így is van. Ilyet, ez a kis egy-egy, az nagyon nagy valami. Mondjuk valamire tényleg jó lesz elhasználni majd ezt a Tentacles-t. Nem hiszem, hogy jobb túlságosan. Na jön, jöhet az új. Új techlap. Ah. Ez ilyen priestek, nem? Priestek, igen. Hát nem is néz ki rosszul amúgy. Hogy oldja meg? Csak az Anduin az, ami ugye megoldja. Csak a nyilván a Loateb őskori erejét még nem hozza vissza, de amúgy nem rossz. De kettőt is játszik belőle Zsoké amúgy. Az ilyen belefér. 5 mana 5-5 lenne, akkor nem lenne rossz. 5 mana 5-5-ért hát az ilyen. Lenne. Igen. Na hát akkor ki lehet venni a másik Dragonfire potit. Jó, hát kifér. Nem, most nem fér ki, de majd a következőben. Kövi körben kifér. Hát csak most sem majd a priestet. Akkor meg Scream. Bizony, hát itt mindenre van megoldás. Bomber, keleszet. A keleszet, igen. A steppelni nem tudod, mert... ott a Nerubian ott, de... Hát majd visszateszi a Scream a kezébe, vagy a deckébe nyugi. Az a baj, hogy most el fog fogyni Zsoki, hogyha ezt megjátsza. Bomber az oké. Okay. De akkor úgy látom, nem fog keresztet jönni. Hát dehogy vagy. Nem. Hát ja. Világít. Miért ne? Akkor jöjjön. Na és akkor most jön a Physics Scream. Ó, vagy Death? Nem, a Scream az jobb, az megold mindent.
és én nagyon boldogan healesz meg magadon kettőt, és én Zsoki elgondolkozhatta, hogy mi is a probléma? Ja, hogy nincs lapom. Hát ez elég nagy probléma. Ha megint kirakja a bordot, megint ott lesz egy Dragonfire poti. Na, mert pedig nem tehet mást. Egyébként az előző Dragonfire poti honnan volt? Az előző... Az... Mert... Szerintem az volt az alap, és ez a... Hát de azt nem lehet megkeresni Shadow Visionnel, ha nincs benne a deckedbe. Nem, az izéből volt, bocsánat, Lyra-ból. Lyra, tényleg. Na hát akkor Lyra MVP. Érkezett. Hát ez érkezett Lyra-ból, mi na most hát van. Most meg letakarítja a bordot, lesz kinn egy nagy Pyromancer. Nagyon életével se kell aggódni. Azt se, és így Zsoké föl is adja. Milyen kreatív ez a Priest deck. Jó, mondjuk azért ez a Dragonfire poti kellett ott. Ha ne kelljen elnyomni a Screamet. Egy jó Shadow Stepped deckhand. Nem kéne feladni, de... Föl fogja adni Zsoké szerintem. Nem, most Gabi körben. Akkor kijön a Priest of the Feast? Feast, Binding Heal, és szerintem feladja. Sőt, igen, hát most annál jobbat nem tudsz játszani, mint... Feast Binding. Az a baj, hogy egy Slayer már kiment, szóval 5-6-ot nem is tudnád megoldani semmivel. Kiment ugye a Spellbreaker is. Ez így mindenképp rossz neked. Nem tud mit csinálni a rugó. Rugó sose volt jó leszedésekben. Az a tempóból játszott, de hát most tempóba se tud játszani, mert nincs lapja. Hát ugye van ez az új csodarugó történet, ugye Spellstone, amit mindenki kapott. Minden kaszt. És a rugónál csinálja ezt, hogy egy random ellenfeleket destroy-ol, de ezt csak Death Rattle el tudja. Igen, aktiválni. Ugye fejlesztgetni, és akkor így meg nem is érdemes játszani. Mert nagyjából semmi Death Rattle, tehát semmi Death Rattle nem is játszik, azt hiszem a jelenlegi rugó, amit most látunk. Amúgy ez nem olyan rossz play, amit csinál most. Csak most már tényleg tök üres a keze. De azért megteszi, amit megkövetel a haza, de hogy... Innen nincs előre. 8 lap, abban benne van egyébként Kazakusz, Velen és Anduin. Még nem jönnek. Nem, hát de most nyugodtan várhatsz, mert ott egy Dragonfire poti a kezedben. Ha bármiket felhúzod, nyertél. Már beírtam a 2-1-et Daninak. De hát most halott Edwin. Körönként 3-at tudsz ütni rajta, az semmi. Így és van ott a Dragonfire, ugye az előző az Shadow Visionből volt, azelőtt meg Lyra-ból, egyet el is nyomhat, ha akar. De minek siessen bele? Tudom, el lehetne most nyomni egyet. Amúgy szerintem is beleférne. Mert ugye egy Bone Mare benn van még a deckben. Ne, hát úgy van vele, most nagy lény jön ki, akkor deszezik. Ha meg kis lények jönnek még, akkor Dragonfire-ezik. Így is jó. Annyira meg nem tud lemenni Lof HP-ra, hogy nyerjen valahogy a rugó. Hát most lett csinálva egy szép nagy Edwin. Hát egy szép nagy Edwin, meg egy szép Anduin. Így van. Na, Zsoké nagyon húzza a végsőkig, de most már tényleg ideje lenne feladni, mert kövi körbe... Megszalad majd ott az a Hero Power. Azon el is face-re kell nyomni, persze. Kövi körbe van 5, 7... Meg 6, 13 damage, 15 damage. Hát, az a minstrel jó, csak nem húzol lapot belőle. Na, Kazakusz vagy velem? Velennel letál. Kazakusszal... Még nem. Na most lehet egyébként Hero Power, Dragonfire Hero Power-t játszani valószínűleg. Most el kell már nyomni szerintem. Mert akkor így nyersz kövi körben. Jó.
Nyomja el? Én elnyomnám. Azért nyomod el, hogy nyerje kövi körben a Mind Blast a 4-es. Dani kiszámolta. Kövi kör lett áll, bármi történik. És így akkor tényleg 2-1. Ugye egy egyenes kiesés van, és a top 8-ig eljutni nem volt könnyű. Kemény 6 órába telt azért a játékosoknak, az nagyon sok. Ivan, küzdeni kellett érte. És itt fog elvérezni. Lehet, hát biztosan el fog vérezni 4 ember. Aki sajnos üres kézzel távozik, viszont a legjobb 4 az már pénzdíjazásban részesül. Köszönjük a Riskának a szponzorációt, sellout time. Szóval az első 40 ezer, a második 20, a harmadik, negyedik 10-10 ezer forintot kap. Így van, de amúgy ti sem maradtak teljesen üres kézzel, hiszen vannak csodálatos kérdések, amikre tudtok válaszolgatni, és akkor nyerhettek 10-10 darab... 3-3-at. Vagy 3-3-at? Pakkokat, igen. A pakkokat, így van. Lesz quiz. Azért majd Ben felel. Vagy nem tudom, valaki majd a... Menjen a nyereményjáték. Én nyomom a nyereményjátékot. Csak nem tudom, hogy pontosan milyen. Egy quiz lesz, azt meg kell. Olyan lesz, quiz. Mint az Overwatch-os quiz. Hát meg nem, a Lolos meg a Lolos. Is. Lolos, Lolba is volt quiz? Lolva is volt, ugyanez volt, na, igen. Tehát meg kell adni az e-mail címet, van egy játékhoz kapcsolódó kérdés, amit természetesen egy kis googlizás után, vagy esetleg saját kutfőből is meg lehet oldani. És nyilván ezekre válaszolgatni. És klasszik pakkok lesznek kisorsolva. Akkor. A megfejtők között. Nem kaptok koftot, vagy ilyen jobb dolgokat, vagy koboldokat. Klasszik. A klasszik pak úgyis a legjobb. Dani keze meg csodálatos. Igen, az sose jár le. Igen. Sok éj keze viszont pak, nem a szörnyű. Nem a Dani. A Dani keze nagyon durva. Annyi early game-e van. Túloldalon meg konkrétan semmi. Igen, így nézelőd. Hát mondjuk ez alapvetően is egy elég ilyen az első három körből kiderül a matchup. Ha van kereszted, akkor jó vagy. Ha van kukacod, akkor is jó vagy. Körülbelül ez a kettő, ami fontos. Az egyik oldalt van kukac, a másik oldalt viszont van early game. Majd igen, ez sokat fog számítani azért. Szerintem az early game itt többet ér olyan... Wow! Én tuti megtoltam volna két swash-t. Simán. Vagy egy swash, egy flame elementált. Mert így most van egy elég jó trade. Hoppá! Na hát így meg... Penhának van egy elég jó trade, Captain Backstab. Jó, hát oda-vissza sikerül captainezniük a játékosoknak, ez Daninak kedvez. Jöjjön ki jobban belőle, hiszen a túloldalt azért... Mondjuk van Backstab rám, ezt sikerült topdeckelni. Itt az ilyen meg kell oldani. Backstab leüt és coin chain gang, vagy az túl lassú? A coin chain gang mögé be lehetne tenni majd a következőben a captain, de akkor úgy hát néz ki, most lesz a captain. Jó. És kényszeríted arra, hogy ő is elhasználjon itt ilyen különböző erőforrásokat, viszont... Viszont nézzük csak. Több lehetőséged is van, ugye van a backstab leütöd, és mondjuk minstrellezel. Az a baj, hogy a kukac az mindenképp 2 mana lesz a legjobb esetben, és szóval nem fog ebbe a körben kiférni. Hát vagy minstrellezel, vagy eszajzol, és mindent megoldasz. Választhatsz, hogy melyik a jobb neked. Vagy boardot akarsz csinálni, vagy lapokat akarsz húzni. Na hát a laplózást választotta. Jó, hát Zsokénak megvannak a lapjai, még szép nagyok. Túloldalon meg ott van a két burglár, amiből bármi érkezhet. Chang'an coin deckhand. Chang'an és trade-elsz a kettőt. Magyar Chang'an elég.
Na, most lehet Creeper SI, és Tradels az egyik Chain Gang-gel. Az úgy elég jónak tűnik, mert a board a tiéd. És arra mindenképp egy Vicepine Slayert kell húzni a Daninak. Különben azt az ötötöt sehogy nem tudja megoldani. Így van. Hát nézzük, a Boomer hogy... még egy mana off. Hát ez kicsit még arrébb van. Hát akkor lehet hát akkor Fiesta burglárokat nyomni. Burglár time. És ki lehet rakni egyébként 3-1 droppot. Vagy 1-1 drop, 1 koridor creeper, úgyis elég jó. Biztos, hogy burglároznék. Kéne valami megoldás, mert egyre semmi nincs a kezében. Lehet, hogy... Ez hogy fog kinézni? Dagger, Deckhand... Á, nem jön ki. Csak hogyha kikoinolja. Na, tessék. Közben... Robák 3-0-ázta Antit. Ennyi ugye. Volt Antinak a menetelése. Strider. Most most ki lehet koinolni? Nem, inkább deckhand trade lesz. A Strider az amúgy jó a hosszú játékokra. De... Ha nem jönnek ki elég hamar, akkor elég gyenge, és akkor inkább be van tartva a coin továbbra is a Boomerre. A Boomer az tempóban sokkal nagyobb előnyt jelent neked coinon, ugye? És... Hát... Most van is neki célpont, csak... Csak... Annyira azért ez nem jó. Hát az úgy... Az akkor jó, ha van a kezedben Death Rattle. Hát akkor welcome to my web. Csak ez így nagyon gyenge ugye Daninak, mert most a túloldalon viszont jönni fog a Boomer. Tempóból. Na és ott a Boomer ugye, ami szintén megold mindent. Egy lap fog lemaradni. Szerintem itt trédelni kell az ötötöt. Mindenképp. Bizony. Szóval most van a Boomernek célpontja túloldalon, de... Ez óriási hátrányba vagy. Hoppá! Na! A hátrány egy kicsit redukálódott. Tehát egy természetesen ez akkora mák volt. Kis segítség. 3-21-hez volt, hogy azt húzott fel. Jó, már most tudsz trédelni egyet, viszont meg fog halni benne az elementálod. Nem baj, de lehet creeperezni. De lehet creeperezni, igen. Most ez... Mennyire jó lenne Zsokénak, ha nem lenne ott az a Spider, de ott van. Obsidian Shark. Hát az nem fog segíteni túl sokat. Az nem semmit, igen. Kettőknél ott van a kereszet. De a Boomer már a MVP. Hát a Boomer a legjobb lap ebben a matchupban szerintem. Mármint, hogy láttunk olyan meccset, ahol két kereszet is volt az egyik játékos, azt hiszem Second volt ilyen, és mégis a másik nyert, mert az Boomer into Boomer tudod kirakni. Túl jó az a Boomer. És hát ez a baj, hogy most ez a kéz, ez nem egy nyerő kéz Daninál. Amennyire megvolt az early game,
Hold Illusionist. Na hát... Obsidian Shard az fix, mert arra tudsz rakni Mistrelt. Obsidian Shard egyébként 4-3-3, most ebbe a felállásban annyira nem is olyan vészes, ha belegondolunk. Hát az biztos, hogy ne spellbreakerezné. Mitől fél? Nem tudom. Mi az, ami egy-egybe is veszélyes? Semmi. Mármint, hogy nem játszik Sarilt, nem játszik semmilyen Deathrattle-t. Ez csak azért csinálta, hogy ne a Shardot rakja ki a Minstrel mellé, de hát az meg butaság. Hát ez a meccs már alapvetően az övé. Igen, de... Na most Obsidian Shard el is mentett volna arcra. Hát az 10... Nem, az 9 damage azért 4 manáért. Hát ezt a Spellbreaker-t én nem értem, de jó. De most akkor trade-elsz, igen. Keleszet üti a keleszetet. Így oké, de... Így nem hadsz fönn lényt. Fixen, de... Na hát mondjuk... Na pont már. Most mennyivel jobb lett volna a Spellbreaker? Na most meg vissza lehet húzni, hidd el, ott van a Shadows-t. Hát, jó, de... Nye. Így most elpazaroltad azt a 4-3-at, azért, hogy inkább kiraktál volna egy Minstrelt és húzol 2 lapot. Mert ugyanaz lett volna az eredményt, mert ez a 4-3 most nem tud ütni sehova. Na mindegy, jó. Ezt soké tudja, így is a kezében van ez a meccs, egyelőre úgy tűnik, mert annyira kevés HP-ja van Daninak. Na nézzük, mit húz amúgy, az most sokat se számít majd. Az damage. És akkor az úgy ki is mehet. Szépen. Hopp, lel. Swarmer. Nem baj, ez legalább ki tud jönni. Na nézzük, mennyi damage ez így. 3-6 arcba. Na, az nem tudom, mit csinál most épp az a deckhand. Azt fejre kell húzni. Trade-el. Gyáva! Gyáva! Élj a halált! Nyertél? Számolgassunk? Igen, nyertél. Én úgy számolom, ez megvan. Bizony, ez pont 9. Na és akkor Zsoki egyenlít, a Mirort megnyerte. A Bomber into Bomber elég jót tett neki. És 2-2. Közben megvan ám az összes továbbítónk. Ezen a meccsen kívül. Obsidian Shard megnyerte. Obsidian Shard tök jó lap volt, ahhoz képest, hogy 4 érjen ki. Na, szóval megvan a továbbítók közül, mert 3 is. Robág és Cségyé, a két szegedi, válvetve harcol az elődöntőben. Tovább hát azért. Gondolom, hogy GT-ket követjük majd tovább, nyilván ennek a meccsnek a győztesével. Én egy szegedi házi döntőt néznék meg. Ennek a meccsnek egyet részvevék meg úgyis. Akkor megvárnak? Megnézem, hogy lesznek oly kedvesek? Ugye ránézzük. Ebből még minimum és maximum ugye egy van hátra. Egy meccs van hátra, bizony. Egy rugó versus... Warlock, ráadásul ugye ez a gyors Warlock. Ez Warlock, igen. Mindkettő keleszetes. Na kinél van keleszet? Egyelőre senkinél. De van két imp. Zsokénál, ami fixen laphúzásokat tud jelenteni itt az elején. Egy jó Soulfire-re például. Van, ráadásul boldra se rossz. Deckhandeket megfogja. Swash-eket megfogja. Én meg GT-nek írok, pedig nem neki kéne. A GT biztos megvár minket. Hát igen, igen. Közben rákérdeztem. Megcsinálom a kommandot. Hát itt lehettek keverve dolgok. A Volker az még mindig jobb, mint az Imp. Viszont kettő Creeper kézbe. Most még annyira nem szép, de majd az lesz rövid távon.
Pláne, hogy lehet coinolni majd esetleg Captaint is, majd a Soulfire az ilyen is. Na, Kelesset. Jokénál. Hát Jokénál ott a Kelesset, ott van a... Cserében van 3 darab 7 manás lény Daninál. Ez nagyon lassúnak tűnik. Hát mondjuk azok a creeperek, azok nem 7 manások, ezt ugye te is. Ezt mindenki igen, tudja. Igen, nyilván, de azokat azért meg kell pörgetni még előtte. Tehát le kell tenni előtte lényeket, hogy ne azok legyenek. És most a Kelesset után nem lesz egy szép látvány, a board. Kelesset és sejt a Firefly is valószínű. Sőt, hát vagy akkor az imp. Arra jönni fog a Captain. Mondjuk az imp az elég a következő körben, mert ott lesz majd a Doomguard. Azért a Captain Coin Deckhand annyira nem tűnik rossznak. Nem, de igazából csak az 1-2-t szeded le vele. Az 1-2-t meg a 2-2-t is, vagy a másik 1-2-t, szóval a tempo playre nem rossz ez. Mert ha kirakod a deckhandet, akkor most lesz kint 2 darab 1 HP-s lényed, azt ugye nem nagyon tudja megoldani, csak Dreadlorddal, de az meg 5. kör. Szóval ez így jónak tűnik. Ez sokkal nagyobb tempó, mint a Kelesset magában most. Na és akkor most kell kockáztatni, hogy Imp, Soulfire, és reménykedsz, hogy nem a Doomguardodat dobod el. Vagy a Creepert. Vagy a Creepert, igen, egyik se jó. Hát ez ilyen 50-50 százalék. Ránézek, hogy robágék hogy állnak. Ami menübe van, Csígy, akkor... Mert ha a Flame Impet megtartja, és akkor marad a 33%, hogy a legjobbat dobja el, és legyen a legjobbat dobja el. Always lucky. Zsoké, ráadásul van neki még egy lehetősége, ezt most nyilván nem fogja bejátszni, hát mert minek. De ez így most elég jó volt neki. Nem kicsit, de nagyon. Leszek kíváncsi, hogy mi fog történni a Creeperrel. Ugye a Doomguarddal 2-t is el fog domni, de kérdés, hogy a Keepert, vagy a Creepert le tudja-e húzni annyira, szerintem hogy... Szerintem a Creeper most ki fog jönni. Most fixen meg fog halni 3 lény a következő pár körben. Most Penhának is az az érdeke, hogy minél hamarabb megölje a lényeit. Az a baj, hogy tehát az Impet nem ölheti meg, tehát így már csak 2 marad. Így meghalhat a sajátjai közül. A Kereszet valószínűleg meg fog... Hát most kirakod a deckhandet. És akkor... És trade-elsz Kelesseten, meg trade-elsz a 4-3-on. És akkor dupla Creeper. És dupla Creeper, igen. Igen. Azért az nem olyan rossz 2-5-5 negyedik körben a boardon. Ellenfélnek meg lesz lent egy 1-3-a. Na én úgy kiegyeznék vele. Vagy az a játék, vagy az... Sőt. Hát az elég all-in, de ez van. Vagy Hero Power-el leütöd. Kirakod a deckhandet, leütöd a 2-1-et, és kirakod csak a Creepert a 4-3-mal szembe, meg kiraksz egy Firefly. Ráadásul az Impre megy rá, úgy látom. Így viszont nem fog kijönni. Ez csak egyik. Egyet rakjak? Nem kirezi 2-t, csak nem jön hozzá a deckhand, hanem inkább a Firefly és maradéka. Így most 2 lényt hagyod föl, nem 1-et. Annyira nem rossz azért, még így se. Nem, és most a Doomguard az így megint egy ilyen muszáj. Most letrédeled az egyiket. 2-1-el az 1-2-n. Ez az, hogy most el fogja dobni a bombert. Vagy, hát, vagy Soulfire-ezel majd. De az meg hát ezt nem lehet megint bevállalni, úgyhogy ott van a kezedben a Doomguard. Igen. Az, hogy a Creeper Doomguard az túl jó. Hát akkor fixen az lesz a play. Creeper, Doomguard és... Letrédeld a 2-1-et, 2-1 az 1-2-t, a 4-3 az 1-2-t, igen. És a Doomguard az 5-5-öt. És akkor marad kinn egy 4x2-d. De akkor inkább... Ne, mit igen. Csinálsz? Hát, le akarja szólni a másik Creepert. És akkor lehagy 2-1-2-t. Hát, az... hát inkább, mint egy 5-5-öt. De azok megölik a Doomguardot majd, hát jó. Az olyan nem nagyon van már választás, így is backhat van a Doomguard. Vagy a Creeperje. Hát igen, most meg fog halni a Doomguard. De akkor a Creeper ott marad. Viszont van egy nagy Edwin. Tessék.
Az top deck volt javából. Az most egy gyönyörű, szép 6-6-os Edwin. 6-6, ja. Kettő Firefly-jal, tehát vett a Firefly-jal meg a Flame Elemental lehet. Kombinózni. Nyilván Zsokinak van lehetősége húzni. Hát ez a Crystal Weaver nem csinál túl sokat. Mondjuk legalább le lehet tenni. Oh, és ott van már a kettő boomer. Az ugye még nem időben van. Na most leveszed-e arccal az 5-4-et? E vagy sem? Ugye megteheti azt, hogy... Hát igazából fölösleges, mert a Crystal Weaver úgyis letrader az Edwinnel, szóval le kell szedni az Edwinnel a korridort. Igen, az egy többi meg kapkod, hiszen nem tud mit csinálni az egy HP-s lényekkel a Warlock. Legalábbis ez a típusú Warlock. Csak a Dreadlord van, igen. Az a lényeg, hát hogy minél több lény legyen lenne a bordon a bombára. Ha Dreadlordot húzom, úgy kikap? Fenha. Szerintem. Nem rakja ki a deckhandet? Át. És nem rakja ki. Jó. Nincs Dreadlord, viszont lesz tepp. Vagy nem teppel, és kirakja 6-5-tet Riddle az 1-2-n, és kirakja a két lényt a kezéből. Vannak választási lehetőségek. Hát a Patches az nagy, ezt tudtuk. 1-6-on tradelhet vele. Akkor az 3 mana. Ez 2 mana, ez így jó. Igen, és le is jöhet a Creeper. Igen. Na hát, Dani, ennyi volt. Hát ez a kereszt, ez késői boomerek. Hát most le kell tenni egy boomert pucéran. Amivel megint tud trédelni a 6-6-tal ingyen. Ez így is úgy is rossz. Na akkor is muszáj. Hát igazad voltam úgy, hogy elég rossz keze volt Daninak ott a két creeper meg a bomber miatt. Hogy hiába a creeper nagyon jó, de azért nem kettőt tartasz kézben. Én is a tempo swinget meg tudta oldani a Doomguard miatt. Na, és hát néz ki, hogy Zsoké megy tovább. Zsoké megy tovább, bizony. 3-2, gratulálunk neki. És akkor be is ír.